Gyakran felmerülő kérdés az, hogy melyik vallás az igazi, illetve az, hogy minden vallás hazugság és csak a programozás szolgálja. És egyet kell értenem az utóbbi állítással, minden vallás hazugság, és minden vallás kivétel nélkül azt a célt szolgálja, hogy az embereket elterelje az igaz útról. Nincsen igaz vallás, nincsen helyes vallás. Azt az utat, amit mindannyiunknak járnunk kellene, azt a 66 kanonizált könyv kijelöli, melyet Bibliának hívnak, azonban egyetlen egy vallás sincsen a világon, ami elfogadja az elsőtől az utolsó betűig az egészet, szó szerint és aszerinti életet hirdetne. Innen tudjuk azt, hogy nincsen igaz vallás, és minden vallás kivétel nélkül az ellenség műve. Ugyanúgy, ahogy mindenhol máshol, itt is arra törekedett, hogy összezavarja az embereket, hiszen a bőség zavara mindig megzavarja az ember. Legtöbb embernek fogalma sincs arról, hogy melyik irányba induljon, pusztán annyit tud, hogy melyik vallásban vettek részt az elődei, a szülei, vagy pedig melyik a legnépszerűbb vallás az ő hazájában. Azonban, és azt gondolja, hogy teljesen mindegy, hiszen minden vallás ugyanoda vezet a végén, hiszen egy Isten szolgál az összes vallás, ami igaz is. A probléma csak az, hogy ő nem az, aki teremtette az egész világot. Ő az, akit mindenki az ellenségként ismer. Ő az, aki csal, lop, hazudik, gyilkol és elpusztít mindent, ami csak a teremtő teremtésével kapcsolatos, így az embert legfőképp. Úgyhogy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg igazság van abban, hogy minden vallás hazugság, hiszen ez így van, és abban is, hogy minden vallás egy Istent szolgál, hiszen ez nem más, mint az ellenség. Ő az, aki felállította ezeket a tanokat emberi tradíciók segítségével. Ugyanúgy, amint a képen látják, hinduizmus, judaizmus, iszlám, vagy buddhizmus, és sajnos kereszténység is ebbe a kategóriába tartozik. Egyik sem követi a teremtő utasításait az elsőtől az utolsó betűig, és sajnos ezt nem lehet megcáfolni. Azt javaslom, nézzétek meg a Bibliával foglalkozó részt, azonban a lényeg az, hogy egyetlen út vezet oda, ahova mindenki el szeretne jutni. Ez pedig egy keskeny út, mely a szűk kapuhoz vezet. Ha nem lenne keskeny, akkor azt mondta volna, hogy széles. Azonban azt mondta, hogy keskeny út, szűk kapu, kevesen találják meg. Nem véletlenül fogalmazott így. Azért, mert tudja, hogy az összes vallás hazugság, ki kell lépni ebből, elfelejteni mindent, amit azok tanítanak, és úgy közelíteni a végső igazsághoz, ami nem más, mint maga a Teremtő. És az ő szava, ami az úgynevezett Biblia. Aki ezt megérti, az képes lesz elkezdeni járni ezen az úton. Azonban mindaddig, amíg valaki mástól várja az utasítást, arra gondol, hogy valami vallás majd megadja az igazságot és az utat, addig sajnos rossz irányba fog haladni. Az emberiség túlnyomó többsége valamilyen vallásban vesz részt. És még talán ennél is többen mondják azt, hogy ők hisznek valamilyen formában a Teremtőben. Úgyhogy, ha már hisz az ember, lehet, hogy érdemes lenne elindulni és kinyomozni azt, hogy vajon merre is van ez a Teremtő, mi is az, amit ő akar, mi is a célja velünk, és ezért mindent feláldozva haladni előre és eljutni az igazsághoz. És mikor megvan az az igazság, akkor ahhoz ragaszkodni és azon az úton járni, és minden mást második, vagy harmadik, vagy negyedik, vagy tizedik helyre szorítani. A legfontosabb megtalálni az igazságot, ami a Teremtő, az ő szava, ami a 66 kanonizált könyvben van, amit mi Bibliának ismerünk. Mikor ez megvan, onnantól kezdve járni az úton, és elfelejteni mindazt, amit az emberek tradíciói évezredek során felhalmoztak, és ma vallásnak hívjuk. Mindenki, az emberiség túlnyomó többsége sajnos tudatlanul mindig is az ellenséget szolgálta. Hiszen láthatjuk ezt, ugyanazok a jelek bukkannak fel újra és újra mindenhol. A szavak az mindig jól hangzik,
Azonban az embernek ismernie kell a jeleket ahhoz, hogy megértse azt, hogy mi is történik valójában. És mikor elindul az ember a helyes úton, rájön arra, hogy mindazok a jelek és szimbólumok, amelyek körülveszik, melyeket a vallások ugyanúgy használnak, mint az összes többi intézményrendszer, egy irányba viszik az egész világot. Úgy tűnik, hogy mindegyik mást ajánl, és mindegyiknek más az üzenete, más az út, azonban az összes tulajdonképpen egy irányba vezet, a tágas úton, a széles kapuhoz, amelyet rengetegen fognak megtalálni és azon járni. Azért, mert egyszerű azon járni. Azért, mert nincsenek szabályai. Azért, mert mindent lehet. És ez nem más, mint az ellenség rendszere. Az, ahol nincsen törvény, ahol mindenkit szeretnek és elfogadnak úgy, ahogy van, az az ellenség rendszere. Ezért mondom azt, hogy minden vallás tőle ered alapjában véve. Törvénytelenséget hirdet, elfogad mindenkit, és szeret feltétel nélkül mindenkit. Teljesen mindegy, hogy buddhizmus, kereszténység, hinduizmus, vagy New Age, és az összes többi. Mindegyik kivétel nélkül emberek tradíciói alapján lett kitalálva és épül fel. Évezredek során. Nem különben a judaizmus, akár csak izlám. Hiszen mindkettő emberi tradíció. Tudjuk nagyon jó, hogy a judaizmus és a zsidók Izraelben nekik semmi közük nincsen az úgynevezett Bibliához. Arról nem beszélve, hogy a zsidósághoz vagy izraelitához, de még a semita néphez sincsen közük. Nem követik az Ószövetséget, hanem a babiloniai Talmudot használják, a Kabbalát, a Misnát, és a Zohárt, és az összes többi emberi tradíciók alapján megírt műve. Ami tulajdonképpen emberi hagyományoknak a felhalmozása, és abból egy vallás kreálása. Használják a karaktereket a Bibliából, mint a kereszténység, vagy az iszlám, azonban kialakítottak egy új rendszert maguknak. Ezért mindegyik rossz úton jár. Ezért mondom azt, hogy nem lehet olyan vallást találni, amelyik a helyes útra vezeti az ember. És ha az ember megérti a jeleket, és megérti azt, ahogyan a világ működik, a rengeteg hazugságot, átverést, az, hogy minden, és kivétel nélkül minden, amit a világról tudunk, azt újra kell gondolnunk, mikor eljutunk az igazsághoz. Ez a legnagyszerűbb az egészben. Mikor rájön az ember, más szemmel nézi a világot. Úgyhogy egyetlen vallásban sem lehet bízni. Teljesen mindegy, hogy mennyire jól hangzik, vagy mi az ígérete. Az ember csak és kizárólag hit által lesz képes eljutni a teremtőhöz, és amikor eljut oda, onnantól kezdve járnia kell az úton, amit ő kijelöl. Különben nem fog eljutni hozzá. Ez pedig engedelmességet és alázatot jelent. Úgyhogy remélem, hogy ez megválaszolja azt a kérdést, hogy melyik vallás az igazi, és hogy a vallások azok mind a programozás részét képezik, ugyanis ez sajnos így van, és nincsen igazi vallás. Én azt javaslom mindenkinek, hogy felejtse el azt, amit tanult abban a vallásban, ahol van, és keresse az igazságot, és kezdjen eljárni az úton, ami nem más, mint a 66 kanonizált könyv által kijelölt életmód, ami a Tora instrukciókra épül, és a megváltóba vetett hit által biztosítja az üdvözülést. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!